Hariból. Simad Bágavatam, hatodik énekbe tartunk, és ez egyébként a Simad Bágavatam sorozatunknak a 36. része, ami most fog következni. És ahogy ígértem az előző részben, most uh, Vritrász úr, aki egy démon szerepében jelent meg, és Indra legyőzte őt, igazából megölte, akkor az felmerült a kérdés, hogy uh, Vitrász egy olyan módon viselkedett Indrával szemben, ahogy démonok nem szoktak. Szóval nagyon szépen bánt Indrával, és igazából bíztatta arra, hogy ője meg őt. Mert tudta, hogy ez a sorsa. Igazából Vitrász úr valójában egy bakta volt, és ez tehát az azt jelenti, hogy Istennek egy híve volt, aki Valójában uh, elégedett, hogy akarta tenni uh, a legfelsőbb szemét, és tudta, hogy most ez az elrendezés, ez a sorsa, hogy Indrának meg kellett ölnie. És akkor erre bíztatta Indrát. És akkor uh, ugye Pariksit Maharaj, aki hallgatja uh, Sukadev Goszváminak a beszámolóját, mert a Simad Bhagavatam, hogy gyakorlatilag Sukadev Goszvámi mondja el, ő meséli, akkor Pariksit Maharaj megkérdezi, hogy hogyan lehetséges ez, hogy ez a vritrászúr, ez egy ilyen kiváló jellemmel rendelkezik, mikor tulajdonképpen egy démon. És akkor Sukadé elmondja Vritrász úrnak az előző életét. És az előző élete Vritrász, úr, Vritrász úrnak az előző élete, az, szóval az volt a neve, úgy hívták, hogy Csitrakétú. Csitrakétú király, aki akkor az egész föld bolygón uralkodott. És Csitrakétú Marács nagyon szépen vezette a Földnek a sorsát, szépen bánt az emberekkel, nagyon vallásos életet élt, és ezt is tanította másoknak, és így a Földön minden rendben működött, az évszakok ki voltak egyenlítve, nem volt túlzott hideg, nem volt túlzott meleg, és senki nem volt szegény, mindenki elégedett tudott lenni. De volt egy bánat a Csitrakétú királynak, és az akkor derült ki, mikor Angéra, a nagy bölcs, aki egy ilyen világutazó, mm. meglátogatta őt. Hát ezek a világutazók, mint például Angéra, ezek azért látogatják meg a királyokat, mert valójában az életnek a céljára, az élet hogy a sikeres életük legyen, arra akarják őket tanítani. Tehát igazából fel akarják szabadítani őket, mert hát a királyok valljuk be, bármennyire is szépen viselkednek, valójában nagyon közel állnak a materializmushoz, általában anyagi dolgokkal foglalkoznak, nem tudnak elmerülni lelki dolgokba, transzferentális dolgokba. És ezért ezek a szentek, ezek látogatják ezeket a királyokat. És Angéla meg is látogatta a Maharázsot, és megkérdezte, hogy hát látom, hogy nem vagy teljesen elégedett. Mi a bánatodnak az oka? És Csitrakétó elmesélte neki, hogy bármennyire is szépen tudja kormányozni a föld bolygót, az a problémája, hogy nagyon sok felesége van, de egyiktől sem sikerült egy fiúgyermeket kapni, a gyakorlatilag semmilyen gyermeket, tehát nem volt neki utódja. Ez a királyoknak általában a probléma, egyrészt már agódnak azért, hogy mi lesz majd, amikor kinek adják át az uralkodást. Aztán van egy másik része is, amiről most nem fogok beszélni. A lényeg az, hogy ez, ezért volt Csitrakétú szomorú, és akkor Angira megszánta őt. Ez azt jelentette, hogy megáldotta azzal, hogy szülesen neki egy gyermeke, aki bánatot és örömet is fog neki okozni. Harsa hívták ezt a fiút, ez volt a neve, ugye harsa szóka az azt jelenti, hogy örömet és bánatot okoz. És hát először a király nagyon örült ennek, mert hát gondolta persze, hát nyilván egy gyereknek a felnevelése valamennyi veszőtséggel jár, nem hogy csak örömet fog mindig okozni. De nem gondolt arra, hogy ez, az ig ez a bánat ez tulajdonképpen miből fog jönni. Mert az történt, hogy Angéra adott egy felajánlott ételt, egy édes amit Istennek felajánlott, akkor azt odaadta Csitrakétú első feleségének. És akkor ő mondta, hogy ha megiszod ezt az édes tejet, vagy édes rízt, megeszed, akkor teherbe fogsz esni. És akkor ez így is történt, és a legidősebb feleség, hát még hozzáteszem, nagyon több ezer felesége volt Csitra két unak, mert, mert ugye ő, ő, szeretett volna mindenképpen gyereket, és azt gondolta, valamelyik feleségétől biztos sikerül majd. De nem sikerült. Szóval mindegyik feleségem eddő volt. És akkor így a legidősebb feleség megkapta ezt az áldást, és mikor megette az édesrist, akkor ugye Csitra Kétúval, amikor együtt volt, akkor teherbe is esett. És akkor kilenc hónap múlva megszületett a kisgyerek, Harsa Sóka, aki nagyon nagy örömet okozott a szüleinek és az egész palota népének, kivéve a királynőket, a többi királynőt, akik ugye nagyon irigyek volt, irigyek lettek, mert hát nem nekik lett gyerekük, hanem a legidősebb feleségnek. És annyira uh, elhatalmasodott ez az irigység rajtuk, hogy megmérgezték a gyereket. Szóval még nagyon fiatal volt egy gyakorlatilag egy kis csecsemő, még kiságyba ágyba feküdt, és megmérgezték. És akkor meghalt az meghalt a fiú. És hát ugye a királynő uh, annyira, annyira a fájdalmába a haját tépte, és a melkasát verte, és Sitrakétú is nagyon-nagyon elszomorodott, és akkor ezt megérezte Angira, és akkor megint eljött. Ugye egy év múlva újra meglátogatta a királyt, és akkor nem egyedül jött, hanem jött Náradamuni, egy másik ilyen nagy űrötazó, egy nagy bakta, az ő társaságába érkezett, és akkor tudták, hogy na most itt az ideje annak, hogy a transzferentális tudást átadjuk a királynak. Ugye, és akkor, hát itt már, itt már bejövünk mi is, ugye mi nekünk a tanulság eddig, de általában akkor fordulunk uh, Isten felé, akkor próbáljuk megérteni igazából a helyzetünket, hogy miért születtünk meg, honnan jöttünk, és hova megyünk, ha valami nagyon nagy tragédia ér minket. Nem találjuk a helyünket, megváltozik az uh, életünk, és akkor... Nem tudjuk, mit csináljunk, nem tudjuk, mit tegyünk. Akkor nyitottabbá válunk arra, hogy megértsük, mit mond egy szent. És akkor ez a szent, de náradamúni és angéra, elkezdtek prédikálni a királynak, hogy hát nem ez a test, vagy fölösleges aggódnod emiatt, és a te kiterjedéseid is, akár a gyerekek, vagy a feleség, ők szintén. Örök, örök lények, és valójában nem hozzá tartoznak És mikor látták, hogy ez még mindig nem annyira hatásos nálad a akkor életre keltette a gyereket. Ugye neki egy nagyon misztikus, nagyon misztikus jogi és van ez a hatalma, hogy a lelket vissza tudja parancsolni. Tehát igazából segít a léleknek visszamenni a testbe, és megkérte a lelket, kérlek menj vissza ebbe a kisfiú testbe, és mesélj egy kicsit apádnak, hogy ki vagy te valójában. És akkor életle a gyereket, és akkor a, ugye a palota lakóinak nagy megdöbbenésére a kisfiú felült a kiságyba, és akkor Náradamuni kérdezte, és ki vagy te? Itt az apád sír, az anyukád is, báratot okoztál nekik, kérlek mondd el, hogy igazából ki vagy? és mondta a kisfiú, hogy valójában ezek az emberek, ő nem az apám, és ő nem az anyám, hanem nekem már millió-millió életem volt, és most ez volt a sorsom, hogy ennyi rövid ideig éljek, és utána megyek tovább, ahogy a gyümölcsöző tetteim, eredményeim megkívánják ezt. És akkor ez nagyon hatásos volt, ugye ott a király és a királynő akkor megértették, hogy ez, ez a valóság, ez az igazság, és akkor igazából ott nyitottá váltak arra, hogy megszabaduljanak ettől rögeszmétől, hogy nekik ilyen módon kell boldogok, boldognak lenniük, és hogy ne fogadják el azt, hogy a gyermekük meghalt. És ezután akkor ugye ezzel a tudással akkor nyitottá vált arra, hogy elkezdje gyakorolni a lelkéletet, ami azt jelenti, hogy meg akarta érteni, hogy mi az élet célja, és hogyan érje el ezt, ezt, el. És akkor Nárad adott neki egy mantrát. Mondta neki, ezt kell vibrálnod, és amikor ezt a mantrát vibrálod figyelmesen, akkor meg fogod érteni, hogy mit kell tenned, és ki vagy te valójában. És a király szépen elvégez, szépen végezte a lelki gyakorlatokat, és akkor igazából a hetedik napon, akkor egy olyan nagy misztikus erőre tett szert, hogy már nem csak a Földennek az uralkodását kapta meg, hanem akkor megkapta más félisteni bolygóknak az uralkodását, de ez csak egy mellékes eredmény volt, mert a további meditáció során megjelent neki Isten, Isten is a legfelsőbb személyisége. És akkor megvilágosodott. Szóval, ha valaki Isten meglátja személyesen, és képes őt befogadni, van annyira tiszta, hogy befogadja, akkor teljesen megváltozik a tudata, és akkor mindent megért. Megértette, hogy ő Istennek a szolgálja, megértette, hogy az, hogy ő most egy király, ez csak egy átmeneti pozíció, és ez csak a kötelessége, hogy most végezze itt a uralkodást. De miután elhagyja ezt a testét, akkor valójában egy örök helyzetben visszamegy, és Isten társaságában fog élni. Hát ez több vallás is beszél erről, hogy ez így működik, és a Simad Bágavatam ebbe a történetbe is ezt alátámasztja. És akkor a, ennek az eredménye az lett, hogy Csitra Kétú gyakorlatilag egy megvilágosodott királyá vált. ez eddig a történet, aztán a következő részben, a 37. részben valójában folytatom ennek a történetek a folyamányát, ami mindig Csitra kétumaharásról fog szólni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, Harry